tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a White Sam, az MD Media filmes kibeszélője. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a White Sam nosztalgikus filmes kibeszélő 5. része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ez alkalommal is itt van az, akinek minden film aranyos, úgyhogy reméljük a mai alkotással is meg lesz elégedve. Kő Gergőt köszöntöm, szia Gergő! Hello, sziasztok! D-fejet ezúttal viszont egy új beszélgetőtársat is köszönthetek körünkben, Pécsi Gézát, aki mérnök és akivel állandó követőink már találkozhattak. Köszöntelek a White Samben is, szia Géza! Hello, sziasztok! No, mai filmünket is te választottad, ami ezúttal egy 1990-ben készült sci-fi horror, a Tremors, ahová lépek szörnyterem. Miért erre az alkotásra esett a választásod, Géza? Hát ez úgy történt, hogy nézegettem, hogy 90-es években milyen filmek voltak, és akkor láttam, hogy ó, a Tremors. Hát az jutott legelőször eszembe, amikor ment a tévékben ennek a előzetese, és annyira félelmetesnek tűnt. És aztán megnéztük a filmet, annyira nem volt félelmetes, de mégis, hát így szerintem ez azért egy olyan film, ami ilyen jelképes erre az időszakra. Hol találkoztál ezzel a filmmel először, ugye? Hát ez tulajdonképpen idősebb, mint te vagy, nem sokkal. Te vagy itt legfiatalabb közöttünk. Gondolom VHS-en találkoztál akkor vele, vagy valami... Nem VHS-en, hát tévében, amikor adták. VHS-en? Mekkora boomer vagyok, nem? Tehát VHS, hát ugye mi jó, hogy szallagon, vagy betán, vagy valami. Ja. Igen. Amikor most újra néztem a filmet, akkor felötlött bennem egy régi beszélgetésünk, amiben elmondtad, hogy te a fegyverek iránt nagyon érdeklődsz, és hát ez bizony tele van fegyverekkel, sőt, hát tulajdonképpen azért kapott R besorolást, a legnagyobb besorolást, vagy a 18 pluszos besorolást, nem az erőszak miatt tulajdonképpen, hanem azért, mert hát igencsak sok a fegyver és a bomba benne, úgyhogy... Ó, hát és én készültem is nektek, tehát nagyon megörültem így, mert ugye amikor először láttam, akkor még nem voltam ennyire benne a fegyverekben, akkor még nem is emiatt néztem, és így most újra visszanézve, hát azért, na, hát van azért itt minden, mint a búcsúba. Tehát olyan kaliberek, hogy na... Minden reális, tehát, hogy ez abszolút az elhangzott. Nem, hát a kaliberek reálisok, meg amit elmondanak, igen, csak majd elmondom, hogy azért, na, tehát el kell osztani mindent egy tízzel. Na, beszéljünk, menjünk is bele, kezdjük ezzel. Az ilyen robbantgatások, fegyverek, azok minden műsornak, minden sorozatnak, minden filmnek az alapja már az ajánlókban is benne van, hát akkor vágjunk itt, kezdjük itt. Hát ugye, amikor elkezdődik a film, körülbelül ugye a 28. percé, vagy az első fél óránál van egy olyan, amikor az a nőci odaadja a srácnak a fegyvert, ugye a hosszú hajúnak, aki a főszereplő, aki nem más, mint Kevin Bacon, ugye, odaadja neki a fegyvert, és akkor mondja, hogy mit akartok azokkal a játékpuskákkal. Hát itt egy pont 375 H&H, vagy valamit mond, HH. És ugye ez a 375 HH, ez a 3.375 inch, ez a 9,5 mm-es kaliberű puska, ez holland és holland magnum, ez 1912-ből származik Londonból. Azt kell tudni erről, hogy ez olyasmi, mint a 30-06. Egyébként nekem van egy 30-06-os puskám. Ugye ez a 30-06-os, ez azt jelenti, hogy ez a 0,30 inch átmérőjű a lövedék benne, és 1906-ba rendszeresítették Amerikába. Ez a 30-06-os, ez olyan, hogy azt gondolod, hogy kimész vele lőni, lősz vele kettőt, aztán úgy megfájdul a bálat, hogy nagyon visszarúg. Utána nem szívesen lő többet. Igen. Azt egyébként zárójában most kimondhatod, hogy van egy puskám, azért azt ugye a hallgatóknak áruljuk el, hogy legálisan tartod, engedéllyel ja, tartod otthon. Vadász vagyok egyébként. Tehát van egy pár puskám, de teljesen legálisan, természetesen vadászatra használom. Ugye vadászat az is hozzátartozik, hogy az ember kimegy a lőtérre, hogy azért tudja, hogy mire lő. Ezt mindig érdemes elmondani, hogy azért lőni nem olyan, hogy felé tartom, és akkor egyből eltalálom. Tehát azt azért tegyük hozzá, hogy körülbelül 60-70-80 méternél lehet és érdemes célba lőni. Tehát, hogy akkor tudsz célba lőni. 100 méter az már pontokat látsz, tehát
sokat kell gyakorolni. És főleg, hogyha egy akkora kaliber van, mint egy mondjuk egy 375 H&H, vagy egy 3006, oda kell elég kemény férfi erő. És hogyha már itt vagyunk a kalibereknél, tehát ez az első volt, aztán körülbelül egy óránál, amikor bemegy a pincébe a csiga, vagy az a mesztelen csiga, vagy nem tudom mi, ez a tremol. Van nevük, egyébként tudtátok, hogy van nevük? Én utána néztem, graboidnak hívják őket. Hivatalos latin besorolásuk is van, ha jól mondom, Caederus mexicana. Nem lehet egyébként tudni, hogy földön kívüli vagy őslény, ez a sorozatból sem derül ki későbbi részekből, vagy a hozzátartozó, a franchise-hoz tartozó dolgokból, legalábbis amennyire utána tudtam nézni, én speciál csak ezt az egy részt ismerem belőle. Tehát amikor bemegy ugye a pincéjébe, a graboid, pincéjükbe ez a lény, ez a mexicanus, és akkor előveszi a kitöri azt a vitrint az emberke, és elővesz egy puskát. Na, azt a puskát, amit elővesz, az a csőletörős puska, az egy .500 Nitro Express, aminek 12,7, több mint 1 centi átmérőjű lövedék megy bele. Iszonyatosan erős ez a puska, ezt ilyen elefántölő puskaként fejlesztették ki Angliában. Bocsánat, látjuk is a lövedékeket, ugye, hogy milyen nagyok. Igen. És ugye ez ilyen klasszikus, tehát ez a kettőt beleraksz, és akkor lősz vele kettőt, szétnyitod, megint újra töltöd, beleraksz. Ugye ez így működnek ezek a puskák. Igen, ez ilyen, tehát ez egy csőletörős. Ahhoz képest a csávó harmadszorra is rá akart lőni, amúgy nem tudom, figyeltétek. Igen, na, ezt vártam, hogy mikor süti el harmadszor, de az végül nem történik meg, tehát ennek azért örültem, valljuk be, viszont azért, hogyha azt néztétek, hogy megfújja ezt a puskát, és úgy lő, hogy konkrétan a tust a hónaljába teszi be. Az fájhat. Egy ilyen puskát, hogyha úgy sütnéd el, hogy a hónaljad alatt van a tus, akkor konkrétan a mutatóujjadat tőbe letörné, és a mutatóujjaddal együtt így a falig menne a puska kb. Tehát. Nyilván gondolom, az kaliberre a legnagyobb fegyver volt, amit ott felvonultattak és használtak, ugye? És nem. Nem? Mert hogy pont ezt akarom kérdezni, hogy miért ugye végül sikereket a graboid visszaszorításában ezzel a puskával értek el, ugye utána is ott hurcolázta magával. Igen, igazad van, tehát kaliberben igen, viszont kb. Egy és negyed óránál van, amikor a 458-ast veszi elő a nőci. És ugye a 458-as, hát ez majdnem 500, tehát az is 11,6 mm, és ezt a Winchester cég csinálta 56-ban, a 450 és az 500 Nitro Express ellen, mert hogy ez egy amerikai kaliber volt az angol kaliberek ellen, és ennek az volt az előnye, hogy ezt a töltényt olyan puskába is lehetett rakni, ami forgótorózáros, hogy azt látjátok, hogy ez nem csőletörős, tehát hogy ebbe többet is tudta berakni, mint kettő. Mert ugye a Nitro Expressnek az volt a hátrány, hogy kettő ment bele, mint egy hagyományos sörétes puskába, és akkor, hogyha kettőt elsütött, és mondjuk az elefánt jött feléd, akkor így maximum imádkozni lehetett. Viszont ezzel még egyet újra tudtál tölteni. Ez a 458, és ez azért mondom, hogy ez a legkeményebb, mert hogyha utána néz az ember, tehát 32 grammos 500 grénes golyóval használták, ami a rinocéroszra és elefántra is jó. Tehát azért ez nem semmi. Nem semmi kaliberek, és hogyha így megnézed ezt a lényt, tehát hogyha egy terepjáró hátsó híd le tudja tépni, akkor nem értem, hogy miért kell ilyen kaliber hozzá. Meg hát ott a kacsokat, vagy azokat a kis nyavajákat, amik kijöttek belőle, azt ott a nő is pont abban a jelenetben, amikor ott előveszi ezt a nagy fegyvert, ugye ott azt le tudta lőni, mikor elkapta a csávot. És ugye utána egy pump action 870-es Remingtonnal simán, ami szerintem egy buckshot volt, ugye ez a buckshot, ez az Amerikában használják, ebben ilyen 6 mm átmérőjű csapágygolyók vannak, meg a sheriffeknek is ez van az autójában, tehát az egy emberen is lukat üt, de emberen üt lukat. Az a bajom ez az egészen, hogy néha elefántölő puskákkal rövünk rájuk, néha pedig sima pisztollyal, tehát van az a rész, amikor mindenki lövöldözik mindenhova pisztollyal, de ez így technikailag kicsit nem állja meg a helyét szerintem. Nem is voltak hatásosak. Ami nektek nem volt olyan érzés, hogy az egész hely, ahol játszódik, az ilyen Breaking Bad-es. De. Full ugyanaz a tájék. Jó, de hát ugye magában a filmben is mondják, hogy azért tudtak én sokáig elbújni, meg azért nem mentek el máshova, mert az egész, ahol ők élnek, az egy sziklákkal körülvett katlan. Ez egész egy ilyen gyönyörűséges sivatag. Igen, és ott tudtak fúrni ezek a lények, ahol ez az ilyen laza kő volt. Vagyis hát nem kő, hanem ilyen homokszerű köves. Igen, abba tudtak közlekedni. De eddig miért nem támadta meg őket egyébként soha? Tehát, hogy itt eddig hol voltak?
máshol voltak, eljöttek? Erre is megvan a válaszom. Hát ugye van egy rész, amikor ott ülnek a sziklán, mert rájönnek, hogy a sziklába nem tud belefúrni. Igaz, hogy utána nagyon könnyen átvágja magát a beton vason, meg a vasbeton csatornán át tudja szúrni magát, de egy sziklára nem tud fölmenni, ami mesztelen csiga. És akkor ott beszélgetnek, hogy mi miatt jöttek volna ezek. És akkor ez a tipikus 90-es évekbeli filmklisé megjelenik, hogy sugárzás, vagy a kormány műve az oroszoknak. Tehát szerintem ez lehet az egész. Van egy ilyen érdekes feelingje a filmnek, hogy alig van éjszakai jelenet szinte, mégis azért egy ilyen tök ijesztő dolgot tapasztalunk, mert hogy hát azért a lábunk alatt leselkedik ránk a gonosz. Azt tudik, hogy én utálom a horrorfilmeket, tehát én nagyon nem szeretem a horrorfilmeket, főleg az igazi horror, és azért ez beszélem horrorfilm, szerintem. Meg hát végül is 18 pluszos, de egyébként a producer azt mondta, hogy te említetted ezt a példát pont Géza, hogy ott ülnek fenn azon a sziklán, és elmondta, hogy amúgy a film ötlete úgy született, hogy amikor az amerikai haditengerészetnél dolgozott a sivatagban, akkor egy sziklán pihent, és elgondolkodott rajta, hogy milyen baromi szar lenne, ha egyszer csak történne valami olyan, amiért nem tudna lejönni erről a szikláról. És hát ahogy a Kevin Bacon is fogalmaz, ilyen helikopterekre lenne szükség tulajdonképpen ahhoz, hogy ezt hogy simán meg tudjanak menekülni, mert azért nagyon fifikás lények, talán jobban is, mint hogy nem tudom, egy biológus azért szerintem biztos ki lenne akadva itt pár dolgon, hogy mekkora butaságok vannak benne. Hát igen, meg így a fizikán is, tehát hogy ugye elvileg azt érzékeljük, hogyha rezeg a talaj, azért, hogyha lelépsz egyből elkap. Aztán fognak három rudat, ugye most a sziklás jelenetre visszagondolva, találnak három tökéletes ugró rudat, egy ilyen kaktuszos homoksivatagban nagyon sok bambusznád rúd van. Ez is tény. És akkor megfogják, és azzal átugrálnak, és azt nem érzik a lények. Tehát most szerintem nem veszünk össze, hogyha azt mondom, hogy egy rúddal ugrasz valahol, az is megrezegteti a talajt. Sőt, az még jobban, mert ez koncentráltabb terhelés, mint hogy a két lábbal ugrálna. De mindegy. Én kitalálnék ezeknek egy új műfajt, hogy ez kifibe legalább az alap dolgok legyenek rendben, az alapfizikai dolgok. És mondjuk ebbe a skifi vígjáték horror valamiben, ott meg tényleg semmi nem passzol, és akkor az tökéletesen elfogadható. Igen, mert egyébként amikor a Kevin Bacon futott a trailerért, vagy azért a traktorért, akkor is hát ő nyilván az ő léptei sokkal jobban rezegnek, persze, mint ahogy mondjuk mint az a kis traktor, ami fölborul, mégis a traktort igen követi. Hát azért egy kétütemű traktornak azért... A föld felett esetleg... Kevésbé rezgeti meg a földet, mint a lépés. Így van. Egy ráadásul futás, tehát hogy egy azért egy intenzívebb. Jó, hát Kevin Bacon fit és fiatal, és amúgy nem akart elvállalni ezt a szerepet, és eléggé depressziós időszakába érte, de nagyon kellett a pénz neki, ezért vállalta el. Ez nem csak úgy, nem viccből mondom, ez tényleg így volt. Ma már azért megbékélt ezzel a dologgal. Az nagyon érdekes, hogy egy ilyen nagy franchise lett belőle. Tehát jó, nyilván nem Alien, meg nem Star Wars, meg sok film van, vannak rajongói, és hát ugye az egyik főszereplő, vagy legalábbis az első két részben szereplő Fred Ward, ugye aki Kevin Bacon partnere ebben a filmben, úgy nemrég májusban hunyt el egyébként. Öt nagy film van belőle, azt hiszem? Öt nagy film lehet, igen, és azt hiszem egy sorozat, de én megmondom őszintén, a negyediket, én nagyon régen láttam egyszer, az ötödiket nem láttam, férfiasan bevallom, nekem a második, harmadik is megy engébb volt, kicsivel, mint a többi, a negyediket azt inkább, igen, azt még inkább engedjük el, de szerintem több nem volt belőle, bár lehet, hogy rosszul emlékszem, de rajzfilm nem volt belőle. Én nem hiszem, én nem tudom. És mindegyikben a Kevin Bacon van? Nem, ő csak az elsőben játszik. Azt hiszem az a csávó, aki itt ez a militarista ember, aki a Családi Kötelékek című sorozatban is játszik. Ő azt hiszem az, aki minden filmben benne van, és akkor így ő köti össze ezt a Tremors univerzumot, mert ugyanúgy, mint a Cloverfieldnél, ami egyébként kicsit hasonlít zsánerében szerintem hozzá, minden filmnek mások a szereplői, csak ugyanabban a világban játszódik. Apropó szereplők, azt észrevettétek, hogy van az a Mindy, az a kis csaj, nem tűnt föl, hogy az hasonlít valakire nektek? Mert nekem így alapból, amikor így láttam, mondom, ez a kis csaj, ez nekem nagyon ismerős, és utána néztem, és igazán volt ez a Jurassic Park 1-ből a csajszi, aki rezegteti a zselét, amikor jönnek a raptorok. Na, az a Mindy, és ez egyébként ez az Ariana Clarice Richards, Lex Murphy-t játssza a Jurassic Park 1-be.
Szóval ezt kiszúrtam. Ja, aki ugrál. Ja, tudom. Aki ugrál idővel, igen. Azzal a ugráló cuccal. Említetted itt műsor előtt, Géza, hogy neked a zenével voltak problémáid, vagy... Hamisnak hallottam a zenét. Most ez lehet, hogy direkt van, vagy lehet, hogy az a felvétel, amit én néztem, az ilyen volt, így jött át, de tehát én úgy hallottam, hogy ez hamis. Amikor vannak ezek az átfestő ilyen kötőzenék, és akkor a legvégén, amikor már megy a cast, ott így kiderül, hogy ez tulajdonképpen ennek a zenének a része, de nekem hamisnak tűnik, nem tudom ti, mit gondoltok erről. Nekem nem, nekem inkább maguk a hangeffektek, főleg ezeknek a graboidoknak a hangeffektje volt az, ami... vagy a hozzájuk kapcsolódó ilyen nyűszögések, nyűszítések volt az, ami hát nem volt annyira túltolva, és nem volt annyira rossz számomra, de azért, hogy mondjam, hát a robotcsalót, mikor kibeszéltük, akkor beszélgettünk arról, hogy ott ugye az R209-es robot, amikor ott elesik a lépcsőn, akkor ott nyűszít, mint egy ilyen nyavaja, amit teljesen oda nem élő. És egy kicsit itt is ezt éreztem, de hát ez egy talán egy kicsit olyan dolog, mint hogy a űrben játszódó jelenetekben is mindig vannak hangok, pedig az űrben nincsenek hangok, vagy legalábbis nem terjednek a hangok. Úgyhogy viszont a graboidok hangja, vagy hát igen, azoknak egy részét újra felhasználták. Például olyan filmben, mint a Csillagközi invázió, ugye, amit talán előzőleg beszéltünk ki. Így van. Nekem egy kicsit olyan visszhangos volt az egész. Lehet, hogy csak én néztem rosszat, de akárhány tévécsatornán vagy néztem, és azt hiszem nem is egy szinkron van belőle, ha kettő. Szerintem lett volna mind a kettő szerencsém, de nekem egy kicsit olyan az egész olyan visszhangos volt. A robbanások, meg a maga ahogy hívják, a háttérrész. Lehet, hogy ezért érzed, úgy Géza, hogy kicsit olyan... Igen, kicsit ilyen hullámzónak éreztem. Igen, és nekem a robbanásoknál voltak ilyen érzésem, hogy mintha ott egy kicsit a hangeffekteket ellőtték volna a készítők. Én ezt azt hittem, hogy csak rossz nézek, vagy rossz tévé, vagy valami van, de aztán többször láttam, és utána mondom, szerintem a másik szinkronnál is ez volt az érzésem. De meg egyébként most visszatérve a robbanásokhoz, meg a fegyverropogáshoz, tehát az is valahogy így túl le volt halkítva, tehát hogyha azért lősz egy ilyen nagy kaliberű puskával, azért ez egy keményet szól. És ezt tudom, hogy nem fog teljes mértékben átjönni, de azért az nem úgy van, hogy így piu-piu, és akkor kész. Hát nekem egy fegyver volt szerencsém az életemben, 262-es AMD gépkarabélyhoz, amit test közelből láttam, hát... No. Mondhatjuk, hogy igazad van, mert annak azért volt rendesen hangja, főleg elsítettem éles lőszerrel, tehát azért az oda szólt rendesen. Mellette állsz, és ilyen lökés hullám jön a füledbe. Na mindegy, de szerintem ez átlagos, ez a 90-es évek filmjeiben, ez azért kicsit el van tekergetve ilyen irányba. Ha megnézem mondjuk egy ilyen újabb fajta ilyen akciófilmet, azért ott kicsit reálisabban vannak szerintem ezek a hangsem. Ez nem olyan dolog, mint mondjuk a Sikolyba, a kés hangja, aminek mindig van, de hát a valóságban nincs, vagy mondjuk a, nem tudom, a Bud Spencer Terence Hill filmekben a pofoszkodás, a gonyózás, aminek hát soha nincs ilyen hangja a valóságban. Ez is talán egy kicsit ilyen, hogy annak a kornak a szellemében kicsit változtattak erre, és azt se felejtsd el, vagy azt se felejtsétek el, hogy ez 1990 volt még, azért a hangkeverések, a hangtechnika, a Dolby Atmosnak még talán a hírét se hallottuk, tehát hogy nyilván ezek mind-mind hatással vannak, a magyar szinkronról meg már ne is beszéljünk, amiért eleve egy ilyen nemzetközi hangsáv tartalmazza az összes zajokat, lövést, bármi ilyesmit, tehát az meg egy ilyen kapott anyag, ami lehet, hogy 1990 óta ugyanaz, tehát és ahhoz készülhet 68 új szinkron, új magyar hangokkal, attól még az eredeti hangsáv, vagy a nemzetközi hangsáv az ilyen marad. De ezt mondjuk nyilván nem tudhatjuk, vagy nem tudhatom. Ja, azt se felejtsük el, hogy a film maga hát nem éppen egy AAAAA dupla pluszos alkotástól indult és készült sem, hanem inkább egy ilyen B-kategóriás akció, vígjáték, horror, minden vannak készült maga a film. Most azt, hogy egy kicsit azért kult jellege lett a filmnek, az maga a filmet dicséri, én szerintem. Az egyedi hangulat. Az orvosházas pár, ugye, akik építik a házukat éppen, és akkor még mondják is, hogy mennyire jó lesz majd nézni a csillagos égboltot, ez egy éjszakai jelenet, ugye? És ott például az ragadt meg bennem. Bocs, de én mindig így szemlélem a filmeket, hogy ugye van egy autó. Elnyeri a föld a nővel együtt, ugye? Majd oda mennek másnap Kevin Baconék, és még mindig ég a lámpája. Tehát
azért én kérnék abból az aksiból egyet, ami eddig bírja régi halogénizzóval, mert az elég jó lehet. De mindegy, tehát az a... Hölgyeim és uraim, új kekec érkezett a városba, Pécsi Géza! Nagyon jó, de egyébként jogos, mert ezek a kis nüansznyi teljesen felesleges, tehát ott az nem volt jelentősége, hogy ég a lámpa. Hát, hogy csak égve hagytam életlenül az egyik, hogy csak kellék. Hát de érted, és akkor az elej egész úgy van megcsinálva, tehát úgy van ez a fantasztikus látvány, ugye, hogy így mozog az autónak a fényszórója, és akkor ez így emeli az adrenalin szintet, hogy mennyire félelmetes. De hát most az a reflektorfény, amit ott látunk ilyen nagy totálba messziről, ilyen szinte rajzolva, ugye amikor már nem látjuk, hogy teljesen elsüllyed az autó, csak így messziről. És ezt nem tudom, néztétek-e, hogy mondjuk az a része mondjuk tetszett, hogy szépen föl van építve a film, tehát először még nem is látod a szörnyet, aztán utána látod a szörnyet, először csak büdös, ugye azt mondják, hogy büdös, meg nyálkás, aztán utána már ilyenekbe belemennek, hogy ott hagyja a nyálkáját a sziklán, aztán utána ugye, amikor kb. Szerintem vagy 500 darab lőszert belelőnek, ugye ott a pincébe, ott azért még annyira nem folyik belőle semmi, és egyre tovább megyünk a filmbe, utána egyre minden fröcsög, meg undorító lesz minden. Tehát amikor beledobják ugye a bombát, és lemegy a föld alá, ugye azt a bombát, amit még nem dob vissza, ez is fantasztikus fogás a filmnek, ott is így teljes, ott még rájuk is fröccsen ez a mesztelenség a belső, és akkor utána, amikor másodszor odadobják a bombát, hát azon kiakadtam, hogy visszadobja. Tehát ez frappáns. És pont úgy dobja vissza, hogy beesik a többi bomba közé. Tehát ez egyszerűen... Jó, célzott. Hát figyelj, mit várunk egy olyan szörnytől, ami utána előtte meg kiás egy, hogy tják, 5 méteres gödröt a traktornak. Ami meg egyébként szerintem most sántít, hogy oké, rendben, még azt elfogadom, hogy van hozzá kellő intelligenciájuk, vagy ösztönük, hogy ezek a lények csapdát állítsanak a prédának, de honnan a picsából tudták, hogy hol az út? Hol tudták, hogy hol kell állni? Hát még nem mentek el ott, tehát hogy értitek, tehát hogy honnan tudták alulról, hogy ott fent út van? Tehát egy olyan okos mesztelenség, ami visszadobja pontosan koordináltá pontra bombát, majd utána izomból kimegy a hegyoldalon és szétplatcson lent. Ezt mondjuk megmagyarázzák, hogy miért. De... Jó, és azt, Gergő, hogyan magyarázod? Akkor már, aki most már szedjük szarra szét ezt a filmet. Gergő, azt hogyan magyarázod, hogy benn vagytok egy ilyen elakadt trélerben, az a tervetek, hogy odadobtok egy bombát, akkor ők elszaladnak, és addig ti futtok. Igaz ez a tervetek? Igen. Akkor azt csináljátok, hogy meggyújtom a bombát, odadobom a bombát, fölrobban, elszaladnak, percekig nézem, ahogy szaladnak, majd elkezdek készülődni, hogy akkor futok, és még percek telnek el, mire elfutok. Megvárják a filmbe azért ezeket keményen. Hát van egy-két ilyen, de ez a szépsége szerintem ennek a filmnek, és azért is nem is olyan, tehát nem ilyen brutálisan komoly az egész film. Tehát szerintem ez is tették át ilyen... Három napig volt fönn a csávó ott a magas feszültségű vezeték kerülőben. 3 napig nem ment arra senki. Igen. Hát ez egy sivatag. Na de ez a két csávó és össze-vissza, hát finga gatyába járkáltak. Elmegyünk, nem megyünk. Jaj, már nem tudunk elmenni. Hát össze-vissza járkáltak. Hát a bemapó szerintem... vagy ki a tököm az ott messzebb lakott például. Tehát nyilván azért ezeknek néha vásra. Tehát ha más nem, tényleg kenyeret vagy cigarettát, Marlborót, ahogy azt láttuk, 1990-ben még. Ja, de csak az a Csárinak volt az egyetlen boltja. De Gergő, tudjuk, aranyos a film. Aranyos volt a film. Nem az aranyos volt a film, hanem ez egy ilyen könnyed kis... Aranyos film. Könnyed kis film. Igen, könnyed tehát, film. Könnyed aranyos, kis horror. Legyen aranyos. Könnyed kis horror. Hát bemutattak valami filmet itt Magyarországon, a plakáton az lesz rajta aranyos, és alatta kőgárgőz. Mint amikor idéznek, tudod? Tényleg. Látod, ilyen aranyos filmeket választunk ki. Na, például, melyik horror filmet mondjam? Például a Freddy Krüger-t beszélnénk ki, arra már nem mondanám, hogy aranyos. Rohadtul utálom azt a filmet, na bocsánat, hogy így mondom. Rémálom az elmúlt számot, arra már nem mondom azt, hogy aranyos. És megmondom őszintén, hogy Jackra sem mondanám azt, például a Bolygó neve halálra sem mondanám azt, hogy aranyos film. De ezek azok. Tehát ez is egy ilyen kis könnyed
tényleg, de nincs is unat, tehát hogy mondjam, nem unatkozol végig a filmen. Tehát annak ellenére, hogy azért... Mint mikor ezt a műsort hallgatod a filmről. Hát most biztos, hogy nem fog. Az most biztos, nem fog. De tényleg, nagyon jó kis film, és aranyos. Nagyon aranyos. Ha már így, ha már beleadod, akkor már hogy megmondom. De tényleg, hogyha végig is leköti végig az embert, engem legalábbis végig leköt a maga a film, tehát elejétől a végig, és nincsenek benne. Vannak benne üres járatok, de azok sem olyan üres járatok, ott inkább izgul az ember, hogy most mi történik, hogy mikor fog megjelenni ez a csiga, tehát... A hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis Amúgy, amilyen hamar beszippantotta ott például a dokiék autóját, ahhoz képest a házakkal, ezekkel a tényleg, hát vadnyugati stílusú, nulla alappal rendelkező házakkal viszonylag, nem csak a házakkal, hát ott a sufnival, vagy ott, ahol a csaj a vizet csorgatja a víztoronyból, onnan sem, tehát azt sem döntik le, hol ott ledönthetnék. Hát simán ledönthet. Hogyha betont átbírta fúrni úgy, hogy neki ment, akkor szerintem egy ilyen házzal simán kellett volna végeznie. Alulról bemenni. Ez jogos. És pont ezen gondolkoztam, tehát amikor van ez a csatornás rész, hogy átmegy a csatornán, és akkor utána mondom, hogy a betonon átmegy, és akkor a faházon nem, és akkor van utána az a jelenet, hogy ott vannak, és akkor följön egy alulról a lény, és akkor kell fölmenni a tetőre nekik. De ez még elfogadható, mert ugye ezek úgy vannak, ezek a házak, hogy cölöpök vannak, és akkor azon van a teteje, úgymond, és minden cölöpöt ki kéne, hogy döntsön, ahhoz úgy tudja összedönteni. És az végül is így működik fizikailag, hogy akkor először csak megrogyott a ház, és utána összedőlt. Beszéljünk a halálokról. Nincs benne sok halál, ugye először ott a 3 napig fönt lévő részeges pasi, utána nem tudom, bemapó, nem tudom milyen apó, ott akinek a birkáit is lemészárolta, és hát ugye azt mondják, hogy levágt, ugye azt mondják le, hogy valaki levágta a fejét ennek a apónak, de hát gondolom itt arról van szó, hogy az ott nem le volt vágva a feje, hanem le volt szippantva, és meg volt zabálva mondjuk az alja, ugye nem látjuk apót. Aztán ugye utána aki megveszi $15 azt a csonkot, a bótos bácsi hal meg nagy szörnyületben, így rászkódik, közben azt figyeltem, hogy alakítja ezt a szerepet, ahogy elnyeli borzasztóan, és még ott ugye az egyik szomszéd, aki hát beleül egy traktorkerékbe, ugye őt szippantja. Ja, de hát az is most komolyan, tehát őt egyből becippantják, de mások meg tudnak állni mellette, és hogyha nem mozognak, pont a traktorkerékkel mentette volna meg magát, mert az úgy tud viselkedni, mint egy szigetelő, ugye, rezgés szigetelő. De engem például az is érdekelne, hogy ott volt benne ugye egy anyuka, meg ott a kislány, azok... De kislány volt a Mindy, nem? Igen, és ott hol az apa, és az a kisfiú, az kinek a kölke? Aki állandóan farkas kiáltott. És nem akartak pisztolyt adni neki. Igen, az emberi viszonyok ott számomra teljesen homályban vésztek. Igen, meg ugye ez a boltos, ez egy kínai hapek, vagy valami ázsiai, és akkor ott van nálad, szerintem az csak ott dolgozik, az a serdülő srác, aki így ugye először elkezd azzal is viccelni, hogy kihozza azt a lényt, ami ugye felakadt az autóra, és akkor... Majdnem lőttem! Majdnem lőttem! Figyeljétek, én azt mondom, szerintem ennek a filmnek nem ártott, hogy ezekben a részekben nem mentek. De mert így is aranyos volt. Nem ártott. Igen, de nem is az aranyosak, szerintem a film nem is igényli ezeket, hogy megbeszéljék, hogy most ez kinek a kie. De nem úgy van egy film, hogy amikor egymásra, főleg az ilyen jellegű filmek, mikor egymás mellé sodródnak emberek, akik együtt menekülnek valami elől, akkor a sztoriba építve azért megismerünk egy-két dolgot. Itt egyáltalán nem volt az fontos, hogy kik ezek az emberek, nem? Na, itt egyáltalán volt fontos.
szerintem. Egyáltalán nem kell. Hát én azt se értettem, hogy ezek hogy együtt járják az utakat, ez a két főszereplő. Tehát a Kevin Bacon meg a Fred Ward. Ők olyanok, mint az utolsó csillagharcosban az Alex volt, hogy így elromlik a hajszárító, megjavítják, kiszippantják a szennyvizet, és akkor kapnak pár dollárt. Tehát ilyen kicsit guberálók, kicsit ilyen... Hát nem is tudom, ez milyen, biztos van valami jó. Igen, ilyen janitors. Tremors, the janitors. Hát érdekes. Tremors, janitors, tessék. Új szakma. Ugye ott van ez a geológus csaj, aki meg ugye méreget, de az egész filmben csak azért van, hogy összejöjjön a Kevin Baconnel, tehát más szerepe nagyon nincsen. Kell egy jó csajnak szerepelni a filmben. Igen. Tehát azért kell egy szép lánynak lennie. Akiknek föltehetik a kérdéseket, amire egyébként a csaj sem tudja a választ, de többször őt kérdezik. Amúgy, amikor ott a Fred Ward meg a Kevin Bacon ott szippantja kippont valakinek a szennyvizét, és ott elizél a tömítés, és ott jön a szar mindenfele, akkor ott ül a, nem tudom, csávó, akinek a szennyvizét szippantják ki, ilyen karosszékben röhög, de közben érted, minden csupa zsuva, minden csupa szar lesz, mit röhögsz? Hát te fogod föltakarítani, bazd meg. Meg ez a teházodja. Az nagyon kemény, azt én se értettem most. Sugárba, hát ott az Kevin Baconnek a teljes arcán, ezt sugárba okádnék utána valószínűleg. Körülbelül. Ja. Na, legparább jelenet benne számotokra, ami azért valamit megmozgatott, vagy ha mondjuk nem most látnátok 30 vagy 45 éves korotokban, akkor azért jobban megmozgatna. Nekem szerintem, amikor bejönne a falon, ahogy hívják, ne, ha azt úgy összük, több minél ott már azért lehet rászámítani, de amikor jó, ott is lehet rászámítani, hogy mi történik, mi fog történni valószínűleg, ugye, csak ugye, ahogy a Gézes mondja, hogy ott egy betonfal van. Tehát én sem gondoltam azt volna, hogy ez a csiga, ez át fog menni rajta. Tehát, hogy be fog törni. Tehát én akkor ijedtem meg talán idézőjében a legjobban a filmben, amikor bejött, mert nem számítottam rá, hogy be fog tud jönni a falon. A faháznál ott oké, hogy bejön. Meg ott, hogy ott mászkál, melyik meg fal ez a pincefal? A pincefal, igen. Hát azért ez egy bunker. Tehát készültek a világ végére, a 8. világháborúra, meg a ott volt minden, tehát ők ezt atombunkernek építették, tehát azért azt nem gondoltam, hogy ott át fog menni a falon. És ez hány évesen? Tehát ez, hogyha most nézed, vagy hogyha fiatalabb? Hát ha most nézem, akkor nem valószínű, de hogyha 20 éves koromban, vagy fiatalabb 14 éves koromban néztem volna, akkor valószínűleg. Vagy még ilyen kiszámolom, hogy hány éves voltál, amikor ez a film megjelent? 30, tudod? Nem így, csak 13. 77-es vagyok. Vagy én tudom, úgy volt, hogy akkor az lett volna a legfélelmetesebb, de most ilyen aranyos a film, és nincs így benne félelmetes jelenet. Most már aranyos film, igen. 8. megnézésre. Ha nem lenne a filmnek ez a röhelyes mi volta, akkor nekem az lett volna a legfélelmetesebb, amikor a geológus csaj méri ott a rezgéseket, és akkor látja, hogy nagyobbak a rezgések, és akkor csak látod, hogy így megy valami, megy utána, és akkor épp hogy be tudja csukni az ajtó az autóba, ez ilyen para, és akkor is beraknak egy ilyen sípító, visító, nem tudom, ilyen csirkeordítást, mielőtt levágják. Azt mondjuk nem értettem, hogy miért, mert ezt a csajnak is hallania kellett volna, de ő így teljesen nyugodtan elhajt az autóval. Lehet, hogy belement a fülébe egy kicsit a naptej az orráról, vagy valami. Igen. És akkor egyébként ott az volt a konklúzió, ott, na, egyrészt az egy tényleg jó jelenet, másrészt meg akkor az volt a konklúzió, amikor a Kevin Bacon meg a másik pasi behajtod a csajhoz, és arról beszél Kevin Baconnel, hogy legyenek nagy csöcsei, zöld szeme és szőke legyen, és akkor ott hirtelen ő meglátja a csajt, és csalódik, mert olyan rosszul fest. De hát a végén végül is jól néz ki a csaj, legalábbis 1990-ben. Hát igen, meg ugye össze is jönnek elvileg. Mondjuk az is kicsit furán van megcsinálva, hogy letépi az összes csajról a fotót az autójának a visszapillantójáról, majd beszélgetnek, eléggé ilyen kínos módon, majd utána a csaj után megy, és összejönnek, és vége. Most már az a baj, hogy úgy nézem a filmeket sajnos, mert megrontott ez a 21. század, hogyha egy ilyen film van, akkor úgy várod a végén, hogy oké, vége, de azért mozduljon meg valahol a föld, hogy, mert ugye most ez van mindenben, hogy azért legyen egy másik rész, és ennek úgy lett még több része, hogy vége van. Legeslegröhelyesebb jelenet? Sok volt, nehéz választani. Legröhelyesebb jelenet. Hát, ez így most nehéz a választás, tényleg. Megmondom őszintén, én nekem az volt az egyetlen ilyen, tehát amikor a fölrobbantja az elsőt. Az undiság? Az, igen. Tehát ott úgy érzem, hogy egy kicsit túltolták, ahogy hívják ott a szörny belsejének
a bemutatását, mert ott tudom, mit akartak vele elérni, de nekem ez a röhelyes kategória volt, tehát amikor mindenkit 6 tonna takony beterít ezzel a és akkor ott ülnek még utána a sziklán, az szerintem nagyon röhelyesen volt megcsinálva. Nekem szerintem az volt. Kevesebb trutyit kaptak volna, vagy elég lett volna egyik szereplőnek a fejére rá borítani egy ilyen kupacot. Reális egyébként a roncsoló hatása a lövedékeknek ahhoz képest, amekkora pusztítást végez a bomba? Na, ez a másik, ami szerintem nem. Tehát, hogyha egy ilyen nem. 500-es nitróval meglőtte volna ott a pince jelenetnél ezt az állatot, amit ugye a végén rálő, de hogy ugye ezek úgy működnek, hogy itt a behatolásnál kisebb a lyuk, viszont ezután a szakít és kifele, tehát az a lényege a lövedékeknek, hogy gombásodik és kifele roncsol. És hogyha alapvetően ez egy ilyen laza belső szerkezettel rendelkezik, amit egy bomba így fölrobbant, akkor mondom, hogy tehát az a lövöldözés, az szanaszét szedte volna, és konkrétan úsztak volna a mesztelen csigalébe ott az alagút, vagy alagút a pince jelenetnél. Tehát ezért mondom, hogy nekem például ez a röhelyes jelenet, ez az összes puskával kapcsolatos röhelyes volt, de mondom, leginkább az, hogy a hóna alá fogja az 500-es Nitro Express-t, és lövöldöz folyamatosan a földre is, majd utána közli velük, milicistaként, hogy nem tudja lelőni, mert a föld fölveszi a lövedék energiáját. Tehát, oké. Okay. Ez igen. De tudjuk, hogy hát ennek a korszaknak azért voltak ilyen fegyveres atyákjai, tehát nekem a legjobb kedvenc példám az ilyen fegyveres filmekből, az a Schwarzenegger-féle kommandós, hogy hívják, amikor hogy 762-essel tárok körülbelül, hogy 100 darab történt kilő, és vagy 400 embert megöl vele, és abnak a kornak szerintem a filmjei nagyon sok ilyen film, tele van ilyen iszonyat túlzásokkal. Kommandót már kibeszéltétek amúgy? Nem. Na, az megérne még egy misét. De gondolom, Géza ott végig mondanád, hogy melyik fegyver vagy. Nem annyira figyelnek bizonyos filmekben, vagy bizonyos zsánerű filmekben arra, hogy mondjuk például, ha fegyverek vannak, akkor azok reálisan legyenek ábrázolva, vagy legalábbis a történet szempontjából reális legyen, vagy inkább úgy vannak vele, hogy hát igazából, ha a Géza nem nézi meg, akkor úgyse jön rá senki. Szerintem most már azért kicsit jobban figyelnek. Vannak azért a most is Z-kategóriás filmek, meg vannak jobb filmek, de a jobb filmekben azért ilyenekre figyelnek, mert ez azért nem kell ilyen szakbarbárnak lenni, hogy ezt észrevedd. Tehát főleg Amerikáról beszélünk, amerikaiak nézik a filmek Amerikában, akinek nincsen fegyvere, olyan otthon a fegyver, mint nálunk az ásó meg a lapát. Mégsem adtak a kisfiúnak töltött fegyvert. Annak én se adtam volna, meg egyébként a végén, amik szétrobban ez a mesztelen csigana, én őt terítettem volna be telibe, hogy így folyjon róla, úgy nézzen ki, mint egy ilyen, ezért tudod. Az jó lett volna, igen. És akkor ő kapta volna az egészet. Na, hát milyen jó lett volna, az ennyivel reálisabb lett volna. Ja. Hát sajnos lassan véget ér a Weizen fegyverklub mai része, viszont mielőtt még elköszönünk, azért egy pár szóban kérlek foglaljátok össze, hogy mennyire volt aranyos számotokra ez a mai film esetek. Értem a célzást. Benne maradt valami. Mert igen, mert amikor vágom az adásokat, akkor megszól, ugye a következő megszólaló Gergő, és akkor ez egy nagyon aranyos film volt, bla bla bla. Végül is aranyos volt, és úgy gondoltam már, egy jó kis összevágást lehetne ebből csinálni. Na, mindegy, a bármi bennetek maradt ezzel a filmmel, vagy úgy unblock bármivel kapcsolatban, katatörvény, rezsicsökkentés, bármi, akkor azt adjátok ki magatokból, légy szíves. Összefoglalva szerintem nézhető ettől függetlenül ez a film. Könnyed esti programnak tökéletesen megfelel, tehát hogyha mondjuk azért jobb, mint csak úgy kapcsolgatni a tévét szerintem. Egyetlen egy kérdés, ami bennem maradt. Emlékeztek, amikor föltekeri a hátsó híd az autón ezt a lényt, és utána leszedik, és átülnek a lovakra. Én ezt nem értem, hogy miért ülnek át a lóra. Én azt érzem, hogy ez azért volt, hogy azért nyíródjanak meg ki ezek a lovak is. Tehát milyen jó fog kinézni, hogyha így leesnek a lóról, és akkor így megeszi a lovat is a szörny. Én ezt gondolom, de ne legyen igazam. Öncélú? Azt gondolod, hogy ez egy öncélú dolog volt? Hát szerintem. Tehát most ez mennyire klisé már, hogy átülnek a lóra, és pont arra jön, és a lovakat megeszik, és akkor leesnek a lóról. Ez egy iszonyat nagy jelenet amúgy. Gergely. Ú, de hivatalos volt ez. Na, szóval egy jó kis film.
Semmi gond, kivágom a valamelyik három adásból. Eddigi négyből kivágom ezt, hogy mindegyikre ugyanazt mondod úgy, és mindegy, hogy az a robotcsaló, érted, leszakad a keze, érted, Murphynek lelövik a kezét, ott leszakad, így azért, érted. A robotcsalóra nem mondtam, hogy aranyos. De a robotcsalóra nem mondtam, hogy aranyos. Bevezettünk a White szemben, mostantól aranyos pontozást vezetünk be. Esküszöm, visszahallgatom, de szerintem ott nem mondtam. Szóval, jó kis film. Ez tipikusan az a film, amelyiket bármikor meg lehet nézni. Könnyed, hiába horror, szerintem nem horror, egy könnyed kis, jól emészthető, de csak azért sem mondom ki, hogy ne kelljen kivágni. Film. Szerintem ez egy könnyed film. Nem szoktam kivágni, mert egyébként inkább benne hagyom, viszont... téged minősít, tudod. Viszont az érdekelne engem, ha már így a könnyed, mert én is egyetértek veletek. Ti mikor hagynátok, hogy a gyereketek megnézze? Vagy inkább úgy is felteszem a kérdést, mondjuk Gergő esetében a lányod látta már ezt a filmet, szerinted? Szerintem de nem. De mondjuk ő már elég nagy ahhoz, hogy megnézze. Ő már nagy, nem. Viszont azt megnézzük, hogy 8-9-10 éves korában ő Jurassic Parkon nőtt föl, valami kisebb korában. Igaz, akkor azokat a jelenteket nem engedtem neki megnézni, ugye, amikor elkapja mondjuk a T-rex ott a WC-n ülő ügyvédet, ugye megkapja. Szerintem a kecske na, sokkal durvább. Meg neki. A kecske, azt engedtem, azt hiszem neki, meg az elején a raptor jelenetet se, volt egy pár ilyen jelenet. Ebben nincs annyira véres jelenet, hogyha érdekelni, akkor megnézni. Hát mondjuk 7-8-9 évesen biztos, hogy nem engedném, hogy megnézem. 10 éves kora után, akkor már szerintem nyugodtan. Amúgy követ egy alsó zöngébe, egy oldalba így megjegyzem, hogy a kislányom horror fan. Nem tudjuk, hogy kit örökölte, valószínűleg a nagyapjától, mert se én, se az anya, se én nem vagyunk egy nagy, sőt, mind a ketten utáljuk a horrorfilmet, az én apám volt egy nagy horror fan, úgyhogy valószínűleg itt ez a tipikus igaz, hogy átugor egy generációt a dolog, mert nagyon szereti a horrorfilmeket. és egyszerűen eszi őket, egy körülbelül egy 3-4 éve. De milyen horrorokat amúgy? Gyilkosos horror, vagy a misztikus horror? Például most a nagy kedvenc az, ahogy hívják, ezt lehet, hogy rosszul fogom kimondani, és sose fogom jól tudom kimondani, a Stranger Things? Stranger Things, de a Stranger Things, az szerintem az egy könnyed történet, amiben vannak horror elemek. Nem láttam, de ő megnézte azt is. Azt is láttam. Viszont a arachnofóbiát végsikítozta. Na jó, de mondjuk mit tudom én, ördögűzés Emily Rose üdvéért például. Megkérdezem, hogy látta. Igen, de az nagyon kemény, tehát én például pont azokat nem szeretem, ami ilyen szellemes, meg ez a démonos. Pedig a legjobban. Rühellem azokat. Én egyiket sem szeretem. Gyilkososat simán megnézem, meg a szörnyeset, de ezt amikor ami direkt arra megy, hogy nem tudom, láttátok-e azt a horrort, hogy Slenderman? Persze. Hú, na. Én ilyeneket biztos, hogy nem nézek meg ilyen horrorfilmeket, mert nekem az IT-nek a kukoricás jelenete is kivágta a biztosítékot, az azóta sem bírom megnézni, úgyhogy az nekem egy ilyen, amikor beleordít a kamerába. Az... Sose láttam az IT-t. Hát, maga úgy aranyos, meg hát minden, gondoltam. De én nekem olyan horror, Rémám az elmúlt szába. Arra emlékszem, egy táborban néztem meg általános iskolába, vetítették le, na akkor azt hiszem egy hétig nem aludtam, nagyon nem szerettem azt a fiat, ott utáltam meg a horrorfilmeket. Meg még egy maradt meg bennem egy horrorfilm, amiben, hát inkább nem mondom el, mert akkor kikettened a 18-as karikát az elejére, mert elég duró, de ez egy ilyen nagyon zsé-osztályú horrorfilm volt. Tudod a címe? Hát, nem tudom, mi volt a címe neki, az volt a lényege, hogy valami faszik hátul úgymond termesztették az embereket, etették, és akkor levágták őket, mint a marhákat, és akkor inkább nem mondom tovább, tehát mindenféle dolgokat csináltak belőlük, de ilyen zsé-osztályú horrorfilm volt, de tényleg. Texasi láncfűrészes, ugye az is egy franchise, nagyon sok van belőle, és ilyen most is vannak újak, mindig látom Netflixen fönn vannak az újak, és egyikben az Alexandra Daddario is benne volt, hogy ő valami ezért megörököl valami régi házat, azt megnéztem, és az például olyan szinten ilyen lighty volt, mert én emlékszem régen, még ugye nekem van egy bátyám 5 éve idősebb, mint én, mindig ő hozta haza a filmeket, és akkor én mindig bele kontárkodtam, megnéztem. Na ott volt egy olyan texasi láncfűrészes, ami ilyen olyan szinten nyomasztó volt, hogy az ilyen, azt hiszem az ilyen 80-as évekbeli film volt, 90-es, inkább 80-as. És ott volt az, amikor így levágja a srác lábát, és így sóval utána egyből fölnyomja, az még nekem is fájt így filmen keresztül is. Szóval, na az jutott eszembe, emlékeztek, volt egy olyan film, ami arról szól, hogy egy óceánjárón
ott is valami lényekbe mennek óceánjáróba. No, halálhajó? Na, az viszont tényleg VHS-en láttam még régen, és ez nagyon kemény volt. Emlékszem, hogy otthon egyedül voltam egyszer, és akkor mi lehet ez a film, berakom, és akkor így megnéztem, és uramisten, de úgy tetszett. És ott van egy olyan rész, amikor azok ilyen nagy piócák, vagy még, és akkor az embernek, ember így tartja kezét, és egy ilyen lukat kievet belőle, amikor kiöklendezi. Ez ilyen filmeket kerülök. Anyám mesélte, vagy anyám mindig fölhozza, hogy még ez nagyon régen, 90-es években volt, anyámnak el volt törve a lába, fekvőgipszel volt otthon, és apám elment a videótékába kivenni pár kazettát neki, és elhozta a texasi láncfűrészest neki. És fogta magát, berakta a videóba, a távirányítót fölrakta oda a videó tetejére, és utána elment a kocsmába, és anyámnak muszáj volt végignéznie este éjjel, érted, a texasi láncfűrészest. Kikapcsolhatatlanul, úgyhogy még jó, hogy nem. Még jó, hogy nem beszari. Úgyhogy... Ez jó. Szóval, úgyhogy visszatérve arra, a Tremors messze nem horrorfilm. Hát nem, igen, tehát azért nem horrorfilm a Tremors. Te mikor hagynád a gyerkőcödnek, hogy megnézze? Hát figyelj, én úgy vagyok vele, hogyha ugye ez gyerek és gyerek függő. Tehát most, hogyha most olyan lesz a kislányom, hogy mindentől félni fog, akkor nem fogom hagyni, de hogyha nem, akkor mit tudom én, ilyen 12-3 évesen simán megnézheti. Úgyis szerintem röhögne ezen, mert azért egy ilyen mesztelen csigától szerintem nem lehet félni. Most is azért érződik a filmen, hogy eltelt 30 év, tehát, hogy hát, vagy ja. 20 év. Igen. Nem, 30, bocsánat, igen. Sőt, igen, 30 év, úristen, szóval Jézus, 5 éves volt, amikor ez a film készült. Rég volt, igaz se volt. Na, hát véget ért a mai klubgyűlés, gyerekek, de nagyon jókat röhögtem, remélem a kedves hallgatók, akik átvészelték a... Olyan aranyos voltam, igen. Átvészelték a dolgokat. Új műsort kapsz. Valami aranyosságot kitalálom. Aranyos. Nem válszem, hanem az aranyos. Na, jó, figyelj, elmondom itt a végén a kötelezőket, mert mindjárt beúszik itt a végezene, úgyhogy szeptember 15-én megjelenő Parallaxisban a Jurassic World záró darabjáról és magáról a franchise-ról beszélget majd Claudia, Miklós és Géza. Engem ezután a műsor után most eltiltanak egy időre, de új vált szemmel találkozhattok október 10-én legközelebb, úgyhogy addig is Kő Gergő és Pécsi Géza nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Hát ez a nagyos út! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.